Ez a téma, amit egy picit érintünk, ez az úgynevezett Prasthanatraja irodalomnak a része, ugye ez a hármas alap, ahogy ezt hívják a jóga Vedanta filozófia csúcsán, mely a Bhagavad Gita-ból, Vedanta Sutrából és az Upanishadokból áll. Ugye én magammal is hoztam egy következetes legújabb kiadását a Bhagavad Gita-nak, amiből készültem a mai kis 30 percünkre. A lényege, hogy igyekeztünk visszatérni a versek eredeti jelentéséhez, tehát nem tartalmaz speciális felekezeti nézőpontot ez a könyv, de azonnal rá is térnék a mai témánk címére, míg mindenki helyet foglal. De hadd tegyem ezt úgy, hogy teljesen fordítva fogok beszélni, hiszen hogyha a végére tartanám a csattanót, akkor attól félek, hogy kicsúsznánk az időből. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a menedzsment, tehát az irányítás lényege a jóga és a Vedanta nézőpontjából, és 30 percünk van, akkor ki kell mondanunk az elején, hogy a két szakrális mű szerint az igazi irányító az az önvaló, vagyis az átman, az ember legbensőbb örökkévaló lénye. És érdekes módon lehet úgy élni, hogy az embernek a vele való kapcsolat a fő koncepciója, és ennek ellenére képes arra is, hogy a világban megállja a helyét. Most hogyan lehetséges ez? Először is a benső valóság, amit Baktai Ervin több mint 100 éves szép fordításában magyarul önvalónak hívunk, ugye, és szanszkrit nyelven átmanként ismertünk meg, észlelése lehetséges és igazolható. Tehát a jógának és a Vedantának a spirituális tapasztalatisága, az átmagjána, hogy mondjuk az átmarról való tudás nem csupán hitről szól, vagy morálteológiáról, közben itt nyomok is egy képet, hanem már az elején kijelenthetjük, hogy amivel mi foglalkozunk, az egyáltalán nem tudománytalan, nem a hit vagy a vallás kategóriájába tartozik, hanem aki következetesen gyakorol, nyilván az egész nap arról szól, hogy számtalan megvilágításban hallhatnak erről, az maga is tapasztalhatja azt, amiről az ősi írások beszélnek. Kicsit így történészként hadd mondjam, hogy ha ez nem így lenne, a világ ugyanúgy elfelejtette volna a jógát, a Vedantát és ezt a filozófiát az elmúlt 5-6 ezer évben, mint Zeuszt, vagy a mezopotámiai, vagy egyiptomi vallásokat. Tehát az, hogy most itt ülünk, és sokan nem is gondolnak bele, hogy egy 6-7 ezer éves rendszernek az utolsó, legfrissebb ágacskáit ízlelgetjük és tapasztaljuk, az azért lehetséges, mert minden generációra igaz, hogy amiről mi most egy kis részletet kiragadva beszélünk, azt valamennyien tapasztalhattuk. Kicsit behangolva, hogy mire is gondolok a mai estét, úristen, elnézést, de állandóan este tanítok este héttől. Ráadásul hadd legyek őszint, ez az ebédszünetem, de egész nap órákat tartok, és most mindenki ebédel, azért én itt vagyok. Úgyhogy eléggé át kell kapcsolnom a témákban. Tehát a Bhagavata Puránának van egy nagyon szép vers, ami rámutat arra, amit mi kiválasztottunk így délelőttön. Dicsőség neked, aki a ksétragja, az önvaló vagy, magyarul minden test ismerője. Te vagy a legfelsőbb irányító, ugye ez a témánk alapötlete, a menedzsment, az irányítás. Mindenek tanulja, a benső irányító, te vagy minden egyéni lélek eredete, és a prakriti, az anyagi teremtés megnyilvánulásának elsődleges oka szintén te vagy. Tehát a nagyon lényeges dolog, hogy van egy eredeti koncepciónk, aminek a lényege, hogy mindenki és minden összefügg egymással. Tehát az irányításunk az nem nélkülözhet bizonyos fokú tudást, felelősségvállalást, empátiát és együttműködést. Tehát ahhoz, hogy irányítók lehessünk, ahhoz két dologra van szükség, valaminek a megértésére és valaminek az elhagyására. Az előttünk lévő néhány perc arra azért bőségesen elegendő, hogy kifejtsük, hogy mire gondolunk. Ugye az előbb említett Bhagavad Gita azt mondja, hogy a beszéd fegyelmezése abból áll, hogy az ember jót akaróan, kedvesen, igazmondón, másokat nem sértve szól, és az ősi írásokat gyakran idézi. Tehát mi is maradnánk annál, hogy
egy következő verszakot idézünk, és ebből aztán, mint a pók, a kis fanalat, egy hálót szövünk, emlékezve arra, hogy a karma ösvényén hatalmas gyötrelmek és remélt gyümölcsök helyett fájdalmas visszahatások érték, és hogy a félelem nélküliség ösvénye a gyümölcsökre való vágy nélküli cselekvés, a bölcs ember felhagy a vágyteli cselekedetek ösvényével. Tehát két dologra gondolunk. Az első, hogy meg kéne érteni, mi az, hogy önvaló vagy lélek, tehát a transzcendentális örökkévaló. A másik pedig ebből származik, hogy el kéne hagyni az olyan kizárólagos gondolkodás, beszédet és cselekvést, ami csak a testi koncepcióban hisz. Ugye jelenleg az anyagi világban, erről csináltam egy kis ábrát, kétféle gondolkodás tapasztalható, látható. Az egyik vált általánossá, tehát az anyagi módon gondolkodók, ugye ha valaki egyetemre járt, vagy tanít, vagy gyakran tapasztalja a felsőfokú tudás átadást, azt látja, hogy egyre kevésbé, már-már igen ritkán fordul elő, hogy akár csak említésre kerül, hogy a létezésünkben van valami metafizikai, valami változatlanul örök. Ehelyett magam is tapasztaltam, hogy két nézőpontot tanítanak, és higgyék el, hogy a néhány perc múlva körbeérve a témánkon rá fogok mutatni, hogy miért kellett ezt megemlíteni. Egyiket úgy hívjuk, hogy logikai pozitivizmus, a másikat pedig úgy, hogy materialista tapasztalatiság. Tehát a logikai pozitivizmusnek a lényege, hogy abban bíznak a tudósaink, hogy az emberi elme és az értelem képes csak úgy meghaladni önmagát, tehát a jelenlegi konvencionális gondolkodáson képes a maga erejéből túllépni. A másik módszer pedig magyarul úgy mondanánk, hogy a hiszem, ha látom, az empirikus tapasztalásnak a módszere, csak arról lehetek tudatos, ennél fogva csak az lehet igaz, amit valamilyen érzékszervemmel átéltem vagy tapasztaltam, és hát ugye a görög empíria szó maga is azt jelenti, hogy tapasztalatiság. Azonban egy picit, ha belegondolunk például a Bhagavad Gita-ban, ami azt mondja a 9. fejezet 2. versében, Rádzsa Vígyam, Rádzsa Gújam, Pavitramidam uttam, pratyaksa. Ez a szó, hogy pratyaksa, azt mondja, hogy ugyanúgy, ahogy az anyagi dolgokat lehet az érzékek által tapasztalni, hasonló módon egy a jogában előre haladó ember minden dimenziót képes átélés útján tapasztalni, tehát számára igenis meg fog nyilvánulni egy másik ember szerint természetfeletti valóság. Hadd utaljak csak arra, és közben lépünk egyet, hogyha tanulmányozok a Patanjali Yoga Sutrákat, aminek egy következő példányát pont a napokban küldtük nyomdába, akkor egy nagyon érdekes tapasztalatok, nézzünk, már-már kognitív a természete, tehát lépésről lépésre építkezik, egyáltalán nem akarja, hogy az ember csupán a hit által, mint valami vallásban haladjon előre, hanem abból alakul ki, abból épül fel az ember fejlődő személyisége önmagát tapasztalva, hogy mit lát, az előző szint, amit megoldottam, egyben meg is tapasztaltam, tehát építhetem rá a következőt, van benne végig logika. Mégis hogy kerül a folyamatba a hit? Hát két ok miatt. Az egyik, hogy eleinte csak kimondani tudjuk, hogy van bennünk valami örökkévaló. Ugye most itt vagyunk novemberben, ami az elmúlásnak a legdrámaibb hónapja a 12 évszak közül, és mégis arról beszélni, hogy valójában akik mi lényegesen vagyunk, vagy lényegileg vagyunk, sohasem múlik el, hát ehhez kell némi hit akkor, amikor még hiányzik a tapasztalat. Tehát a kétféle vezetéstechnikára szeretnénk utalni a mai kis rövid időnkben. Az egyik, hogy vezethetjük úgy az életünket, hogy a testünk szerint, ami a Kanaka Kamini Pratista világában magyarul úgy mondjuk, hogy az anyagi függetlenség, inkább úgy, hogy a gazdagság, a szexualitás és a becsvágy kielégítésének ugye kötött pályáján halad, ez az egyik fajta vezetés, önmenedzsment és a többi embernek az irányítása, vagy irányíthatunk úgy, legfőképpen saját magunkat, hogy szeretnénk túlhaladni ezeket a, hogy is mondtuk pár perce, konvencionális eredményeket, és elegendő egy emberi élet ahhoz, hogy ne a halált tapasztaljuk meg, hanem azt, amit úgy hívunk, hogy jivan mukta, tehát életében felszabadult valaki. És hát nagyon érdekes az előbb említett Bhagavad Gita-ban, Védantában, vagy a ránk maradt Upanishadokban, hogy kivétel nélkül ezek a beavató művek amellett törnek lándzsát, hogy igenis lehetséges elérni az emberi életben ezt a kijelölt célt. Ha tovább szeretnénk haladni, és autentikus indiai vezetőket szeretnénk elemezni,
például Aurobindót, Tagorét, Vivekanandát vagy Gandhit, azt látjuk, hogy valamennyien nyíltan és bevallottan a jóga, a Vedanta, a Bhagavad Gita talaján álltak, tehát nagyon is indokolt akár európai nézőpontból is, hogy egy picit figyelembe vegyük a Vedantának vagy a jógának az etikai lényegét. Nos, nagyon sokat töprengtem idefelé menet, hogy milyen szót válasszak arra vonatkozóan, hogy lehet egy szóval megragadni a Vedanta vagy a jóga etikai lényegét. És van egy szó, úgy hívják, hogy árgyavam, magyarul úgy fordíthatnánk, hogy őszinte egyszerűség. Nos, hogyha az ember őszinte egyszerűségben él, az azt jelenti, hogy az anyagi síkon fölösleges célok érdekében nem bonyolítja túl az életét, ugyanakkor pedig úgy végzi mind az elméleti, mind a gyakorlati tetteit, hogy az összhangban legyen azzal az egyszer s mindenkorra eldöntött céljával, hogy eléri saját maga középpontját. Ennek van egy, ugye amennyi időnk van erre, van egy kulturális támaszrendszere, és van egy benső fejlődésen alapuló rendszere, amiről mindenképpen kell pár szót beszélnünk. Ezt a képet némileg a 80-as években egy Sridhar Swami nevű csodálatos indiai mestertől volt alkalmunk tanulni, akinek a tanítványa Govinda Swami, akinek a képét is kiraktunk, ugye ő volt az utolsó tanárom, aki néhány éve eltávozott. És ez a Sridhar Swami mondta azt, hogy a szem nem láthat az elmében. Amikor az érzékekről beszélgettünk, mint a nyugat empirikus tapasztalati módszeréről, akkor sorban kiderült, hogy a durvább sohasem tudja észlelni a finomabbat. Tehát valójában a tudás megközelítése kétféleképpen lehetséges. Az egyik, hogy erőltetjük az anyagit. Ilyenkor azt nevezzük fejlődésnek, hogyha az anyagi életünk komfortosabb lett. Ha önök azzal büntetik magukat, hogy hazamennek és nézik a híradót, akár magyart, vagy bármilyen másikat, akkor azt fogják látni, hogy azonnal öröm újongás van a különböző hírekben, hogyha sikerült valami olyan dolgot teremteni, ami anyagilag kényelmesebbé tette az emberi életet, de vajmi kevés alkalommal hallunk arról, hogy sikerült valami olyasmit felfedezni, ami segít legyőzni a félelmet, a szorongást, az egymás közötti gyűlöletet, és így tovább. Tehát lényegileg az irányításban el kéne dönteni, hogy mifelé vezetjük az embereket. Van olyan radikális vers az ősi írásokban, ami azt mondja, hogy az az ember, aki nem tudja a rábízottakat a megvilágosodás felé vezetni, az ne legyen tanár, szülő, félisten vagy lelki tanítómester. Még a félisten megérti az ember, de az összes többi kategóriában azért elég magasra van állítva a léc. És hogy tényleg betartsam, nem szeretnék túlterjeszkedni a fél órán. Nagyon lényeges, hogyha az árgyavamot vagy őszinteséget nézzük, akkor ezt úgy is megtehetjük, hogy szembenézünk. Én például 56 éves lévén pár éve szemüveges vagyok. Tehát a sas nyilvánvalóan jobban lát nálam. Tehát, ugye? Néha megkérdezem a feleségemtől, hogy mit is mondtál. Ugye? Tehát értitek, mire gondolok, hogy az érzékeinkre nem bízhatjuk rá az életünket, hiszen már a múló idő is gúnytűzhet belőlünk idővel, hogy 80 éves apukám nem veszi észre, hogy azért nem érti a telefont, mert hangosan megy a tévé. Ugye? És megmosolyogja az ember, na de hát 24 év múlva, 25 év múlva, nem, mi kerülünk ebbe a helyzetbe, tehát az ember arra nem alapozhatja az életét, hogy az érzékeiben bízva próbálja tartósá tenni a boldogságot. Egy külsőnek látszó rendszerre szeretném felhívni a figyelmet, ezért a Vedanta, a jóga, a Bhagavad Gita, tehát nem is akarok mindent felsorolni. Purusa azt jelenti férfi szanszkritül, átvitt értelemben, bővebben, sokkal inkább ma már ember-emberiség értelemben mondhatjuk, kivéve, hogyha a legfelsőbb urat jelöli egy szövegben. Tehát amikor azt mondjuk, hogy Purusa Artha, abban azt a fordítást lejjük, hogy az emberi élet célja. És remélem hátul is látható a kép, de azért elmondom, hogy vannak külsődleges célok, és vannak ennek benső aspektusai. A külsődleges cél például az, hogy tanítsuk meg az ifjúságot, hogy nagyon fontos ideje korán elérni az anyagi függetlenséget, tehát nem igaz, hogy azért, mert a jóga ösvényére léptél, nem kell menedzsmenti szakértelemre szert tenni, hiszen akármilyen szép lelkünk is van, valljuk be, hogy fizikai testünk is létezik. Úgy szoktam mondani a fiataloknak, hogy ha egy napon majd valakinek lesz gyerek, akkor rá fog jönni arra, hogy a kocsiba kell benzin, a hűtőbe kell étel, és a gyerekre kell venni ruhát, meg tanszert, meg hasonló. Tehát hogy engedheti meg magának egy spirituálisan képzett ember, nem tudom, hogy érthető, amire, hogy nem ért az élethez. Ezt egyszerűen nem teheti meg. Tehát felsorolva a lépéseket, úgy hívják ezt, hogy artha, dharma, káma, moksa. És lényegileg
az a lényege, hogy a megfelelő időben kell, hogy szakértelemmel rendelkezünk. Felnőttünk és komoly férfiak és nők szeretnénk lenni, nem gondolhatjuk komolyan, hogy az életünkből adott időszakban hiányzik a szerelem. Ugye szanszkritul a káma, a kéj vagy a gyönyör gyűjtő fogalma. Aranyos Bhaktai Ervin írja, hogyha ki akart adni egy Bhagavad Gita-t, előtte háromszor kiadta a káma szutrát, és mindjárt volt rá pénze. Tehát ugye, és ez természetes, tehát nem csak azért szeretem a jógát és a védantát, mert boldog vagyok benne, hanem azért, mert rendkívül becsületesnek és nyíltnak tartom abból a nézőpontból, hogy nem, mint a morálteológia, hogy kiűzi az embert bizonyos nélkülözhetetlen dolgok átéléséből, hanem van egy, ugyanez buddhistáktól kölcsönző, nagyon tetszik ez a mondás, hogy csak arról mondhatsz le, ami valaha már a tiéd volt. Tehát egy fiatal nő vagy férfi az életében nem ismerte meg, mi az, hogy szerelem, ugye, amit úgy hívunk, hogy káma, akkor hogyan fogja meghaladni. Nem tudom, hogy ez követhető-e. Rendkívül fontos, hogy nem űz bennünket úgy a jóga előre, hogy csak higgyél és mindenféle tapasztalás erkölcstelen, hanem azt mondja, hogy az élet egy bizonyos ideig nélkülözhetetlen fontosságú. Az anyagi függetlenség és a szerelem. Egyébként nem tudom, hogy elfogadják-e tőlem, de egy nagyon jól működő, harmonikus szerelmi kapcsolatot vagy házasságot is menedzselni kell. Úgyhogy Pécsen az egyetemen pont most volt erről előadás, és nem akartak hazamenni az emberek, darásfészekbe nyúltunk, hogy ki hitte volna, hogy emberi párkapcsolatokban ennyire izgatottak leszünk, amikor arról van szó, hogy hogyan lehet tartósá vagy fejlődő pályára állítani komoly emberek együttélését, úgy, hogy az érzékek kimerülése miatt ne a hűtlenségbe, a válásba, a tragédiába, hát abba a nyugaton sokunknak megtapasztalt fájdalmas dologba torkoljon, ami tönkreteheti az életet. Tehát nagyon lényegesnek tartom ezt a részét is. Amit belső aspektusnak hívunk, hogy van egy erkölcsi vonatkozása ennek a darmikus folyamatnak, ugye maga a darma erényként is fordítható, általában kötelességnek vagy vallásnak fordítják, de kicsit gondoljanak a Taóra, van ennek egy erény, úgy hívják, hogy szukriti gyűjtő hatása is, hogy az ember úgy vezet, úgy támogat, vagy úgy alkalmazkodik, vagy követ, mert néha főnökeink is vannak, szerencsétlen esetben, hogy az ember ezt erkölcsi meggyőződésével is egyezteti. Talán emlékeznek a Jámaniámára, ugye a 8 fokú jógából, ami a jóga erkölcstana. Tehát csak úgy nekünk nehéz vezetőnek lenni, mert a mi elveink a modern világban ellenzékben vannak. Nem tudom, hogy értik-e, mire gondolok. Tehát először ugye be akarom tartani azt, ahogy élni szeretnék, másodszor pedig mégis el kéne érni mondjuk egy könyvkiadónak a cég által kitűzött céljait. Tehát nagyon, nagyon komolyan és sok energiát igénylően kell egyeztetni az emberek vezetését, a projektek megvalósulását úgy, hogy közben az ember erkölcsi nyugalma és egyenessége megmaradjon. És maradt egy kategóriánk, ugye az utolsó, ez pedig a moksa, hogy itt már nem vezetésről van szó, hanem kivezetjük magunkat az illúzióból. És ha marad erőnk rá, ezt illő szerénységgel mondom, tehát hogyha valaki komoly, akkor az időskora az nem a ismételt nagymamasággal, vagy nagypapasággal, vagy nem azért, mert ez nem fontos telik, hanem azzal, hogy esetleg tud segíteni az új nemzedéknek. De hogy kicsit illusztráljam a dolgot, ugye ez volt a külső vagy társadalomban tapasztalható vezetés vagy menedzsment, és amikor azt mondjuk, hogy moksa, vagyis hogy ténylegesen fejlődni szeretnénk, és igazi tapasztalatokhoz akarunk jutni, akkor a Aurobindót idézve úgyis nyomdába küldjük hamarosan az integrál jógát, a főművét. Ugye 10 évig halogattam, hogy ezt a sorozatot elkezdjük, mert úgy döntöttem, hogy először a Swami Rámát vezetjük be, ami nagyon szép siker lett. Nem tudom, hogy szeretik-e a Swami Ráma sorozatot, de hosszú-hosszú éveken keresztül jelentettük meg következetesen, és mivel ő nagy tisztelője, és hogy bizonyos fokig tanítványa is volt Aurobindónak, ezért gondoltuk, hogy a sokkal nehezebb, de a magyar jógát előrelendítő forrásműként megjelentetjük ezt a nagyon komoly művet, és bizonyára látják ezt az ábrát, ugye a leckéinket felsorolhatjuk úgy is, hogy a csakrák sorozata, erre a mai nap annyira kevés, hogy meg sem említem, de fölfoghatjuk úgy is, hogy van 5 olyan tudatsík, emlékeznek erre a magyar mondás, hogy mindenki magából indul ki. Vagy ha visszaszólunk a másik embernek, hogy hát indulj ki magadból, vagy nézz a tükörbe. Ez teljesen igaz, mert nem vagyunk egyformák, nem csak szociálisan, amit most nem is taglalunk, hanem attól függően úgy, hogy kósák, tudatsíkok.
az ábrán talán látják, itt középen van, direkt mondom úgy, hogy a feltételezett önvaló, még önöknek sem kell elfogadni, ha eddig nem tették, hogy van bennünk valami örökkévaló. Mindenki megnyugodhat, hogyha helyes eszközökkel törekszik, meg fogja találni. Hogy mondják a magyar népmesébe, hogy sütött három hangból sült pogácsát, és hogy van, aki nem hiszi, az járjon utána. Tehát el kell indulni, ez egy határon túl már nem lehet elmélet. Azt is mondhatnánk, hogy miért vettem a címbe, hogy jóga és védanta. Azért, mert a védanta az abszolút igazságnak az elmélete, egy vezérfonál, ugye szutra azt is jelenti. Míg a jóga ennek a csodálatosan megértett elméletnek a gyakorlata, az életben végigvitt rendszere. Ha a kettőt elválasztjuk egymástól, akkor vagy a gyánánk, a tudásunk lesz kevés, ebből adódóan gyönge lesz a hitünk, és nem fogjuk végigjárni az utat. Akkor bizonyos szinten megrekedve gyakoroljuk a jógát, de nem értjük, hogy miért nem jönnek az eredmények. Rengeteg a kiégett ember a vallásokban. A jógában nem annyira, ha rájönnek, hogy néha kell egy kis szellemi emelkedés, hogy hozzá fölzárkózzon a gyakorlat. És aztán megint, és valaki ezt így gyönyörűen csinálja, akkor ezen a rendszeren halad keresztül, aminek ugye az alapja az annamaja kósa. Ugye szerencsére a teremben most nincsenek bébik, mert azok nem nagyon hagynának szóhoz jutni. De hát az annamaja kósa azt jelenti, mint magyarul is, hogy anya, vagy étel burkolat, hogy azt tudjuk az életről, hogy táplálkozunk. Ugye ez a csecsemőkor, a gyermekek időszaka. Nagyon sokan felnőttként sem nőnek ki ebből a korból. Hát gondoljatok vissza, hogy a jóga micsoda hangsúlyt vetett a táplálkozásra. Például a Bhagavad Gita is azt mondja, hogy akinek mérsékelt a munkája, evése és pihenése, az jógi, ugye boldog ebben a világban. Tehát olyan jóga nincsen, hogy nem foglalkozunk azzal, mit eszünk, hogyan táplálkozunk. Nagyon sokan közülünk szerintem vegetáriánusok, sőt még kifinomultabb. Az örök ifjúság útját jelenti, ha valaki megérti ezeket az alap dolgokat, hogy étel. Vagy a következő burkolatot, ugye, ami a pránamaja kósa, az életerő burkolat, és megállok egy pillanatra, kell irányítanunk a táplálkozásunkat? Feltétlenül kell, hiszen ha nem irányítjuk, ki fogja irányítani, hát az érzékeink. Bizonyára ismerik Körösi Csoma Sándornak a Göttingeni Egyetemen történt híres sztoriát, amikor a professzor a gyomrába nyomta az ujjait, szó szerint, és azt mondta, hogy hát Körösi fiam maga ismételten nem evett. És azt találta mondani Körösi, hogy professzor úr, annyian próbálnak engem irányítani, annyi ember uralkodik rajtam, hogy végre én is kinéztem valakit. És mondja a professzora, hogy és maga a saját gyomrát nézte ki, és hát mondja Körösi, igen, és hát tudjuk, hogy eltalpalt egészen Tibetig. Ugye, hát ezt az ember, ha rossz helyen kap jegyet, Kalkuttáig zsibog, tehát 6-8 óra alatt oda lehet repülni, nem tudom hányan voltak Indiába. Bár mondjuk kifogsz egy ilyen tarka nemzetközi járatot, ahol vezényszóra mindenki leveszi a cipőjét, akkor az a 6-8 óra is elég hosszú Indiáig. Főleg azok tudják ezt, akik egy párszor ezt már megjárták. De gondoljunk bele, hogy csak oda egy éven át ment. Hát hajmeresztő, micsoda akaraterő szívóság, és én korombeli emberként ért fel a csúcsra, tehát szóval hallatlanul komoly dolog. A harmadik kategória, amiről beszélnünk kell, az elmében való elveszés, vagy a tudat kiirányítása, vagy átvezetése az érzelmeken, hogy ez a manómaja kósa. Szoktam mondani a fiataloknak, hogy ez a mi a manó, hogy mindenütt csak emóció, kritika, bántás, összeroppanás, sérülékenység, stb. Óriási dolog keresztül jutni ezen. De hadd tegyem fel a kérdést, hát ha nem tudok uralkodni az érzelmeimen, egy bármilyen kis cégben is a jelenlévő kollégákat fogom tudni irányítani? Hát minden, olyan emocionális robbanások lesznek, fölösleges feszültségek. Hol lesz az ember? Itt a folyosón valamelyik előadó jött ki, így az arcát nem láttam, pedig biztos ismertem volna, és egy zseniális dolgot mondott, hogy végül is a vezetésben a leglényegesebb dolog a példamutatás. Hát csak egyet érteni tudok vele. Mindenki, a gyereked, a kollégád azonnal látja, hogy uralod az elmédet, vagy nem. Nem? És hogyha az ember uralkodik magán, akkor találnak benne egy fix pontot, azt el lehet sajátítani, tovább lehet adni az önuralomnak ezt a jogikus kultúráját, ami higgyék el, hogy gyümölcsöző energiában, spórolásban, eredményességben és így tovább. És hát két dolog marad még a végére, az egyik, hogy hát ha meghaladjuk az érzelmeinket, akkor hova jutunk el? Egyébként az érzelmeinket úgy haladjuk meg, hogy szeretjük egymást. Tehát nem arra gondoltam, hogy kiégett, sivár, rosszkedvű emberekké válunk. Ugye ez egy nagyon csodálatos jóga önmagában, amit úgy hívnak, hogy bhakti, bizonyára lesz előadás, nagyon remélem ebben a tárgykörben is ma, hiszen a szerves része ennek az egésznek. Emlékeznek karma jóga. Mivel kevés időnk van, úgy mondhatnám most csak magyarosan, hogy tedd rendbe az anyagi életedet, szakadj el
az anyagi világ gúzsba kötő, illuzorikus, vonzó, megtévesztő erejétől. Jána jóga, ahhoz, hogy legyen hitet, kitartásod, ismerd meg, hogy mit akarsz elérni magadban és körülötted, ugye ez a filozófusok útja, és bhakti jóga, mi értelme ennek az egésznek, ha nem szeretjük magunkat, az abszolútat, és így tovább. Ugye ez követhető. Tehát a vigyánamaja kósa következik, ami azt jelenti, hogy az ember nem egyszerűen tudja, hogy kicsoda vagy hová tart, még ha ezt nem is tapasztalta teljes mértékben, hiszen akkor nem lenne még egy dimenzió, hanem ihletetten tudja. Kezdődik az a dolog, amit úgy hívunk, hogy intuíció, most csak magyarosan. Én a keresztény lennék, mint ahogy mondta, hogy szívemben sosem szakadtam el Krisztustól, akinek nagyon sokat köszönhetek, azt mondanám, hogy elkezdődik valami ihletett vezetés, mint hogyha megszólítottad volna Istent, és ő válaszolna neked. Tehát a tudás az abba torkolik, hogy akit keresel, akit szólongattál egy életen át, az meg is szólít téged. Jelezni fogja, hogy hallom, értem, és egy olyan kapcsolat alakul ki, ami messze meghaladja a könyveket. Bizonyára, aki Patanjalit szereti, sejti, hogy mifelé akarok kiukadni, inkább előre is nyomom az ábrát, és hát egyetlen egy dolog marad, amire vágyunk, az pedig az ánanda, a harmónia, vagy a boldogság. Képzeljük el azt az embert, és azt a társadalmat, akit az ánanda, a gyönyör, a benső beteljesülés irányít, és akárhol megjelenik a világban, ezt a harmóniát, ezt a nyugalmat, ezt a békességet sugározza. Hát úgy tartják Indiában, hogy az idő nekünk dolgozik, tehát a benső vezetésnek a lényege, ha bizonyára figyelik, hogy egy jól ismert témát némileg pragmatikusabban közelítettem meg, akkor egyszerű szavakkal azt kell, hogy mondjuk, hogy megérkezünk magához, az Ashtanga jógához, hiszen ugye Ashtanga azt jelenti, hogy 8 részből, 8 egymásra építkező összetevőből álló folyamat, aminek van egy kognitív időszaka, helyesebben egy morális időszaka, jámaniáma. Ha ezt nem tartjuk be, akkor nem lesz szilárd az álhatatosságunk, nem alakul ki bennünk egy magasabb rendű nézőpont az emberről, az abszolútról, a környezetről. Tehát nagyon-nagyon gyöngék lesznek az alapok. Kell a jámaniáma a jógának az erkölcsi része. Azt hiszem, a tavalyi előadások bőven foglalkoztak ezzel a témával. A pranajáma titka, hogy a lélegzet az nem oxigént jelent csak, hanem egy olyan kifinomult és különleges kapcsolatot a gondolkodás és az érzés rendszere között, az energiával, hogy úgy nem lehet előre haladni a tapasztalások útján, hogy átlagos vagy gyenge életerővel rendelkezünk. Ez követhető így? Önökkel beszélhetünk ugye így, hiszen kollégák vagyunk a jogában. Tehát pici életerő, gyönge prána, gyönge karizma, nagyon kevés esély a célok elérésére. Tehát miért van az, hogy valaki belép egy közösségbe, és az öregebb vezető azonnal látja, hogy na ez a jobb kezem lesz. Elhiszik, hogy van ilyen? Betolja a kis auráját, nem? Látszik rajta, hogy megérkezett, végre itt egy ember, akire számíthatok. Többiek nem értik, ott ülnek 15 éve, ő rájuk miért nem került sor? Hát azért, mert egy behorpadt aurával szintelenül, szaktalanul ülnek, tengődnek. Ezt azt szeretném mondani nektek, hogy nem minden ambíció rossz, az nem igaz. Tehát nem úgy van, hogy azért, mert jógi vagy, ezért nincsenek elképzeléseid, vagy vágyaid, vagy nem akarod vinni valamire. Tehát a dolog lényege mindig az, hogy hogyan vezetünk. Hát ha az a sorsunk, hogy igényesen vezessünk, és egyébként rátermettebbek vagyunk, azt pont az a bravúr, hogy az ember elvállalja. Jó, hát tudjuk a kétféle jógit, az egyik elmegy a barlangokba, elbújik az őserdők mélyén, és embert se akar látni, de akkor, mintha valami hiányos lenne. Másik meg azt mondja, hogy szeret bennünket annyira, hogy átadja a következő generációnak ugye azt, amit annak idején ő is kapott. Tehát ezt nem tehetjük meg, hogy azért nem vállaljuk a... Már annyira lemondottak is, kifinomultak vagyunk, hogy nem veszünk részt a világ. Azt hiszem Szókratész mondta, hogy a világ akkor lenne boldog, ha filozófusok irányítanák, de a filozófusok nem akarnak világot irányítani. Ugye eszembe jut Kalkuttában, ha jól emlékszem, Tagore apukájáról volt szó, hogy amikor igen megöregedett, akkor kiszállt a város vezetéséből, és egy ilyen, tudjátok, a babadzsiknak ilyen egyszerű ágyékkötőjük volt összesen, tehát semmilyen ruhát nem hordtak, és szépen élt az erdőben, gyümölcsökön, ugye Maharishinek tartották Tagore édesapját, egy könyve meg is maradt, és valóban még az angol kiadás is így írja le a nevét, és ez csak egy hegytetőről látja, hogy szerencsétlenkednek a városban, és jön a Ganges, el fog önteni mindent. Ez egy nagyon szép történet róla.
Az öreg mester egyszer ágyékötőben lerohant a városba, megállt a centrumban, és mint egy közlekedési rendőr órákon keresztül szervezte a város védelmét, amit meg is mentett, majd visszament meditálni a hegyek közé, és mindenki mélyen meg volt döbbenve, hogy elvileg ő egy lemondott volt, miközben ez az egész. Hát a Szvámi vagy azt mondtad, hogy lemondtál a világról, a társadalomról, ugye minek is kéne visszamenni az emberek közé. És nem így van, azért kell visszamenni az emberek közé, mert az emberek elhitják a szeretetet, az erős ember példáját, és higgyétek el, olyan alázat is van, hogy nem abban vagyunk szerények, hogy nem vállaljuk, nem tudom, hogy ez követhető-e, hanem abban vagyunk szerények, hogy megpróbáljuk jól csinálni. Úgyhogy most telt le az időm. Köszönöm szépen, végtelen. Köszönöm szépen.